Szép estét kívánok! Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A Katonai Emlékpark, Pákozdi Katonai Emlékpark Nemzeti Emlékhely gondozásában megjelent egy csodálatos kiadvány, ami azt hiszem, hogy párját ritkítja. Ugye rácsodálkozunk óvatatlanul is még ma is 2019-ben, hogy egy remekül szerkesztett olyan könyvre, amelyben minden benne van. És hogy miért is fontos nekünk a Pákozdi Katonai Emlékpark, azt a Tisztelt Olvasó című részben két mondatban is el lehet mondani, méghozzá nagyon-nagyon elegánsan és fontosan. Minden generáció örökül kapja elődei történetét, az ősök tetteit, értékeit, és az örökösök felelőssége, hogy miként élnek ezzel. A Katonai Emlékpark méltó örököse kíván lenni hat történelmünknek, s fő célunk, hogy ezt hűen őrizzük és hitelesen adjuk tovább. Ennyit mondok röviden, és én azt gondolom, hogy Görög Istvánnal, a Pákozdi Katonai Emlékpark ügyvezetőjével erről fogunk tudni beszélni. Üdvözlöm. Mert hogy én ezt valóban így gondolom, és azt hiszem, hogy a kemp munkatársai is így gondolják. Egyébként a könyv nyilván a Katonai Emlékpark munkatársai, Olá László, illetve a Honvédséges Társambaráti Kör gondozásában jelent meg. Nagyszerű szerzőkkel, én azt hiszem, hogy minden igényt kielégít. És hogy mi is szerepel benne, azért én azt mondom, hogy vegyük sorba, hiszen óhatatlanul is csak nagyon-nagyon kevés. Amikor megszületett a gondolat, hogy egy emlékhelyet kell létrehozni, akkor tudjuk, hogy az obeliszk az 1955-től ott állt. Azt 51-től? 51-től, tehát azt tudtuk. Ugyanakkor felmerült annak a lehetősége, hogy igenis mutassuk meg Magyarországnak, és próbáljunk meg hűen a történelmünkhöz hűen emlékezni. Valóban 1949-ben eldöntötték, hogy a néphadsereg az egy évszázaddal előtte, 48. szeptember 29-én megvívott Pákos Sukoró Pátka között megvívott csatának az emlékéhez ragaszkodik, és ennek megfelelően az akkori néphadsereg napjaként ezt a napot jelölték meg. Akkoriban a Pákozdi Katonai Emlékpark mai helyén gyakorlótér volt, kispuskával lövöldöztek, és ennek megfelelően, ez még ma is nagyon-nagyon kicsit rúdos az ember a földet, akkor még ma is nagyon sok nyomát találja meg ennek. Később ezt a területet elhagyták, mint gyakorlóteret, és megmaradt egy körülbelül 2 hektáros terület, amelyiken felállították lényegében az obeliszket, és a környékén meg lehetett tartani a kornak szánt ünnepeket. Ezt azért mondom így, mert mindig azért voltak ebbe különbségek. A kezdetben főleg nagyobb létszámmal, és ahogy elmondásokból ismerjük, gyalogosan, vonattal és gyalog közelítették meg ezt a Mészekhegyen található emléket, majd 1978-ban rendezték a környéket, kialakítottak egy múzeumot, és akkor épült meg az a felvezető bitumen út is, ami máig ott van. Tehát mindenkor adott hozzá valamit, majd a rendszerváltás követően volt egy átmeneti időszak, amikor a hadsereg egy kicsit kisebb figyelmet fordított erre, és ekkor jött a 150-es évforduló 20 évvel ezelőtt, amikor is egy civil szervezet állt lényegében a kezdeményezés élére, hogy ott egy szép ünnepség legyen, egy méltó ünnepség legyen, és hogy az akkor már nem csak a fényét, hanem lassan a köveit is vesztő emlékművről kapja vissza a régi fényét, és hogyha úgy tetszik, kerüljön rehabilitálásra ez az 1848. szeptemberi időpont. Így történt, de ezt a nézőknek és azok elődeinek köszönhetjük, a fehérváriaknak azért, mert
Ez a baráti kör 21 évvel ezelőtt körülbelül ilyenkor fogalmazta meg Gyurica Bélával azt a felhívást, hogy ünnepeljünk együtt, és ez egy valósan egy ilyen nagy társadalmi összefogásnak akartuk, és ezért nagyon-nagyon sokat tett a Varvasoszki Tihamér Gyurica Béla, és hát a baráti kör azon tagjai, akik akkor még ma már 200 fős szervezetnek a kisebb, lényegesen kisebb taglétszámú volt, de el tudtuk érni azt, hogy a városban ténylegesen egy ilyen buzgalom épült, hogy na végre lesz valami, és akkor kezdődött el, hogy egy nagy ünnepséget tartsunk, és egy nagy bemutatót rendezünk. Igen, tehát méltó. Azóta már van, ugye 2011 óta Móga altábornagynak, az akkori parancsnoknak is emléke, a huszárságnak nem különben. És tehát ez nagyon-nagyon fontos, illetve hát az utóélet, ha már 1848-49-es szabadságharcnál tartunk, az aradi 13-aknak is természetesen. Ugyanakkor folyamatosan fejlődött az emlékpark, tehát nem pusztán csak arról beszélünk, hogy a Pákos-Sukorói csata emlékkiállítása és az a kegyhelyez tökéletes, és a mártírok emlékpontját szintén sikerült megtervezni, de amikor nézzük, akkor egy Honvéd fesztivál is segít abban, hogy megértsük, mi minden történt, és utána pedig jött a további rész, tehát az első világháborúval, hiszen az első világháború óhatatlanul is jószerivel, hivatalosan, ha úgy tetszik, a jelenlegi formájában a rendszerváltásig nem beszéltünk róla, vagy nem olyan hangnemben és nem olyan gondolatsorokkal, mint manapság. Ez így van, és ennek a magyarázata megint a baráti körhöz vetethető vissza, és Gyurica Bélához, akinek a következő hónapban ünnepeljük, vagy emlékezünk a 80. születésnapjára, hiszen ő 20 évvel lesz a halála évfordulója is májusban, tehát amikről beszélünk, most már lassan történelmi, vagy korosztányi távolságból történt eseményekre utalunk. Tehát azon ment a töprengés 1998-ban, hogyha már egyszer fel lett újítva, vagy egy kicsit meg lett tisztítva az emlékhely, és hogyha ennek van közel 30 ezer látható lábával odaérkező, hogyha úgy tetszik, a lábával szavazó egyéne, aki azt mondta, hogy erre szükség van, akkor a vezetők is azt mondták, hogy erre igen, ezt próbáljuk meg, és csináljuk. Na, de hát ki csinálja, és ezért kérték a Gyuricát, hogy akkor álljon ő tovább ők is az élére, és a baráti körön keresztül próbáljuk meg ezt valahogy egy ilyen nagy összefogással továbbvinni. És amikor az első ilyen beszélgetések voltak, hogy na jó, hát van egy ilyen egynapos csatára emlékező létesítmény, ami a korábbi évtizedekben is alapvetően látogatott volt, és minden osztálykirándulás, honvédelmi napok, egyebek tekintetében eljöttek, de döntően szeptemberre korlátozódott az a látogatottsági sokaság, ami korábban volt. Mi úgy gondoltuk, hogy ez se el nem tartható, meg ezen túl meg egy kicsit sánta is. Azért sánta, mert valami elkezdődött egy folyamat az 1848-as forradalmat követően, hogy meg kell védeni a forradalom vívmányait, ezért lesz ugye 1848 májusában felhívás arra, hogy nemzetőrséget kell létrehozni, majd elindul egy, ha úgy tetszik, önkéntesség erre alapuló honvédseregnek a fölállítása. Aztán természetesen miután nem volt elég önkéntes, ezért lett belőle sorozás, de egy honvédsereg. És onnantól elindult a honvédségnek a története. Hogyha ez így van, abban az esetben adja magát, hogy a ma is honvédek vannak, tehát amikor ezt megfogalmazódott, a 150 éves történetét kellett a magyar honvédségnek bemutatni, most 170 éves történetét mutatjuk be, és ennek a főbb csomópontjait kellett megjeleníteni. Igen. És egy olyan személy van, és azért szeretném erre felhívni a figyelmet, dr. Szabolcs Otto, most már szegény, és legalább 10 éve nincs az élők sorában,
aki egy kiváló pedagógus volt, és a magyar történelem tanároknak az országos egyletét vezette, és mindjárt 2002-ben vállalkozott arra, hogy Pákozdon tartsák meg a történelem tanároknak azt a nagy éves összejövetelét. És ezen a konferencián fogalmazta meg az ott a címe, hogy a Pákozdi példa, és ezt a Pákozdi példa alatt azt a törekvést fogalmazta meg, amit lényegében ezelőbb elmeséltem, hogy lehet egy olyat is csinálni, hogy egy nagy összefogással valami. Igen, a Honvédség teljes történetért. Igen, és akkor jött az a dolog, hogy felhívta arra figyelmet, hogy a történelem tanároknak mennyivel nehezebb, mint a kémikusoknak, meg a biológusoknak, vagy a fizikusoknak, akik, hogyha szemléltetni akarnak valamit, akkor összeöntenek ezt azzal, és akkor lesz belőle valami, de azt látják a gyerekek. Na de hát hogy lehet szemléltetni a háborút? Hogyan lehet bemutatni valami olyat, amit egy osztályteremben nem lehet? És ennek megfelelően ezeket maximum maradt egy-egy film élmény, vagy a X oldaltól az X oldalig olvassátok el, és akkor majd holnap felkérdezzük. És ebből marad az a történelem szemlélet, hogy jószerivel ilyen évszámok sokasága jön, ami biztos, hogy nem áll össze a gyerek fejébe, hogy 170 év végül is folyamatosság, hiszen ez mindig valamelyik korosztály megírta a sajátját, és az igen, és ennek ez kulcspillanat volt, hiszen én azt gondolom, hogy egyedülálló Magyarországon ebben az értelemben ma is, hogy teljes egészében meg tudjuk mutatni az immáron ugye 170 éves Magyar Honvédség történetét. Ugye az első világháború ütközeteinek összességét nyilván egy ilyen helyen nem lehet megmutatni. Viszont kivonatosan nagyon is fontos, hiszen ez a világháború jószerivel eldöntötte Magyarország sorsát, amiről nyilván a trianoni június 14-e vagy június 4-e okán egyébként is most nagyon sok szó esik. Aztán jött a második világháború. A második világháború megint fontos, hiszen a pluszban egy Doni emlékkápolnával az Uri-évi áttörés emlékére is gazdagodott a katonai emlékpark. Hát ez tőlünk független. Ez független, és de kapcsolódási pont. Ez valóban így van, és azt hiszem, hogy Kamarás Oszkár bácsék, és azok, akik ezt akkoriban úgy döntötték, hogy valahol ezen a területen akarják felállítani, Bobori Zoli és a többiek, tehát a Don Kanyar Kápolna Alapítvány 1989-es megalapítását követően keresték a helyét. És azt hiszem, hogy jó, hogy oda döntötték, vagy oda helyezték ezt a létesítményt. Hiszen ez valóban együtt is van, és valahogy ez a kis különállása is azért jelez egy nagy egyediséget. Jelezheti azt is, hogy az ha tetszik, hanem a magyar történelemnek talán a második legnagyobb vesztesége, egy embervesztesége is Mohács után, és hát legalább olyan fontos üzenetet is hordoz ennek a létesítménynek az elkészítése. Mi annak örülünk, hogy most már 26. éve, hogy teljes valójában ott áll, hogy már azért már nem kell nagyon magyarázni, hogy most is miről is van szó. Valóban úgy van, ahogy utalt rá az előbb szerkesztő úr, hogy sok minden történelem szemléletünk, ahogy tetszik, átalakult az elmúlt időszakban, és azért a korábban megfogalmazott elgondolások vagy történelem szemlélettől ezek lényegesen emberibben jelenítenek meg, és ebből következően talán ez az emlékhely rész, amit a Doni Kápolna is megjelenít, sokkal élőbben tud megjelenni a családok jó voltából is, a fiatalok tudatából. Ugyanakkor rendkívül fontos számunkra, ami már a közelmúlt, bár nagyon sok adalékkal még csak most ismerkedünk, 1956, amely szintén helyet és teret kapott, mert hogy ez a rendje, én azt gondolom. Mi is örülünk annak, hogy ott lehetett. Ez is, mint minden itt ezen az emlékhelyen, egy, nem azt mondom, hogy véletlennek, de több személy ráhatásának volt köszönhető. Ez ugyanis egy nagyon pontos utcajelenetet jelenít meg,
ami lehet, hogy más utcákon hasonlóan, vagy Budapest utcáin is bekövetkezhetett. Mindenképpen egy kockaköves úton kialakított barikádot jelenít meg, amely egyébként eredetileg az elképzelés szerint ez a jászberényi aprítógépgyár munkásai által az út, a közút felszedését és valóban egy ugyanilyen T-55-ös harckocsinak a megjelenését és balesetét ábrázolja. Gedai István, a Nemzeti Múzeum későbbi főigazgatója, és professzor dr. Pintér Lajos neves orvosprofesszor álltak, mint diákok, mint egyetemisták, debreceni egyetemisták a barikád azon oldalán, ahol védekeztek, és akik szembe találták magukkal ezzel a monstrummal. De ez az óriás monstrum, ami átélhetünk ott valóságban is, hogyha ott állunk, az végül is szimbolizálja azt a monstrumot, ami ténylegesen erre az országra nehezedett. És valóban úgy volt, ahogy ott az a kis vers is összefoglalja, hogy ott állunk puszta kézzel, és ami erő bennünk van, az ténylegesen az összefogás, és a hitünk igazából ez jelenik meg. Mind a ketten egyébként komoly börtönbüntetést kaptak ezért a tettükért. Gedai úr nagyon hosszú ideig élvezhette is ezt a, most elnézést így fogalmazok, és Pintér Lajos meg csak azért tudott, vagy azért nem került börtönbe, mert közben elhagyta az országot, és Olaszországba vált belőle neves orvos professzorra. Tehát ezt csak azért akartam így konkrétan elmondani erre az egy helyre, mert végül is ez egy konkrét esetet jelenít meg. Sokszor megfogalmazzák számunkra, hogy ez túl naturisztikus. Nem lehetett volna valamilyen... De igaz volt. De amit megtudunk, az utolsó, még egyszer kis pont részletekig be lehet igazolni. No, 1956 után eljuttunk a rendszerváltásig. KGST Varsói Szerződés megszűnt, és a természetesen, ahogy a közös piac is, de itt volt nekünk az Unió, illetve a NATO. A NATO csatlakozásunk rendkívül fontos a Magyar Honvédség életében, és azt gondolom, illetve az ENSZ missziók nem különben. Tehát határon túl, és itthon is bizonyíthattuk, és Európában is, hogy igenis a Magyar Honvédség felkészült erre a feladatra. És hát értelemszerűen a Kempnek dolga, hogy megmutassa, hogy jelen pillanatban, illetve a kezdetektől a NATO csatlakozásunk óta a külföldi missziókban miként teljesítenek a magyar katonák. De ez valóban így van, azon túl, hogy a békefenntartás is 1897-től részt veszünk, mint magyar katonák, magyar királyi honvédség, illetve a közösök is részt vettek. 1897-ben Krétán kezdődik el, és hogyha úgy tetszik, magyar találmány ez is, mármint a békefenntartás, hiszen itt volt első alkalommal, hogy Pintér Gyula szétválasztotta a görög és a török egymásnak feszülést az ottani követség vagy védelmére kirendelt katonákkal. Attól kezdve valóban nagyon sok misszióban részt vettek, főleg a első világháború kitöréséig, majd azt követően 1970-es években a vietnámi háborút lezáró párosi béke ellenőrzésénél, és valóban a rendszerváltást követően pedig nagyon sok ENSZ által, EBSZ által, illetve NATO által vezetett békefenntartó missziónak tagjai vagyunk. Mai napon is közel 1000 katonánk szolgál a világ számos pontján, forrópontján. Ez az ő áldozatvállalásukról viszonylag keves szó esik. Ennek több oka van. Egyszer azért, mert hogyha ki tudnak menni, akkor is nem biztos, hogy éppen most így mondom, hogy a forró pillanatokat tudják megörökíteni, a riporterek sem. Általában a búcsúztatásuk vagy a visszafogadásuk ünnepi alkalmairól értesülnek
a nézők, illetve a széles polgári közlemény. Ebből következően ezt össze is mossák egy kicsit azzal, hogy ez valami ünnepi alkalom. Hát ez egy nagyon kulis munka, és nem veszélytelen tevékenység. És az, hogy nem veszélytelen, ezt próbáljuk érzékeltetni azzal a kiállítással, amit kint a Katonai Emlékparkban bemutattunk, és amelyik összefoglalja ezt a 100 pár éves történetet, amelyik valóban a magyar honvédségnek is egy sikertörténete. És hát jövő hónap első napjaiban, 12-én lesz, hogy 20 éve csatlakoztunk a NATO szervezetéhez. Ebből következően valóban itt bemutatjuk egyszer ennek a 70 éves szervezetnek, hiszen 1949-ben alakult, tehát 70 éves most már a NATO, ennek a működését. Erre mi működtöttünk egy NATO információs pontot, ahol ténylegesen filmekkel, magyar nyelvű anyagokkal, idegen nyelvű anyagokkal napra kész ismeretet szerezhet a látogató, és ezen túl meg bemutatjuk ebben a szervezetben is a magyar katonák mindennapjait. Azért is fontos, amit most az imént elmondott, mert ugye ezzel folytassuk, hogy természetesen az emlékműveken és a jeles ünnepekről megemlékezés mellett ott vannak az állandó kiállítások, egyébként olyan kiállítások, amelyek szervesen kapcsolódnak a honvédséghez, vagy honvédségi alkalmazottak, katonatisztek, művészetkedvelők állíthatnak ki, emellett pedig a gyermekfoglalkozások, mert a honvédségi nevelés tetszik, nem tetszik, az egyik legfontosabb ma. Tehát tisztaságra, becsületre, elvek mentén neveljük a gyermekeket informán, és azt hiszem, hogy ez egy fontos misszió szintén. Én azt hiszem, hogy ez így van. És erre alakult az honvédség és társadalombaráti kör, hogy ezt próbálja hangoztatni. És nem véletlen az alapítók személyek neve is, Nemes Kürti István, mint a nemzet pedagógusa, illetve Gyurica Béla, mint nyugállományú tábornok, két emblematikus személy, akik 25 évvel ezelőtt megalakították ezt a szervezetet. És ennek a szervezetnek a alakulástól kezdve a zászlajára az ifjúság került. Az ifjúságot kell megérintenünk azért, hogy a békét tudjuk megóvni. Nagyon-nagyon nagy fontosságú az, hogy a gyerek úgy nevelődjön, hogy tudatosodjon benne, hogy a legfontosabb a béke megtartása. És látjuk azt, hogy egy ideig, addig, amíg ezt most így mondom, észre nem éri fel, addig azért nagyon szereti a háborúst, nagyon szereti ennek játszani. Rengeteg háborús játékot játszanak a kölykeink, és hogy rá is szoknak arra, hogy ha egyet elvesztett, akkor egy életet, akkor van még neki 6. De hát azt kell megtanulnia, és erre hívjuk fel a figyelmet, hogy neki is csak egy van. No, időközben, tehát ugye már érintőlegesen beszéltünk róla, alig 3 hét múlva kezdődik az évad, március 9-én szombaton, egy 3-as ünnep, ugye ahogy már említettük, a március 15-e megemlékezéshez kapcsolódva, a NATO csatlakozás 20. évfordulója, illetve a 10. évad ünnepélyes megnyitója egyben. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos, mint ahogyan március 15-től 17-ig, mert hogy ez egy programsorozat most az idén. Így lesz, és nem csak az idén, mert ez a márciusi ifjakció programsorozatunk is most az idején már 10. éves lesz, és minden évben igyekszünk a családokat megszólítani, közösen fedezzék fel ezt az ünnepet. Gondolják végig a történteket, és azt hiszem, hogy úgy, ahogy állandóan új generációk érkeznek, ezekre nagyon fontos az, hogy a családok is elmeséljék ezt. Mi ehhez hátteret adunk, úgy, ahogy a idézett professzor úr is fogalmazott, ez egy szertár, és amiben megtalálhatók azok a kézzelfogható hátterek, amik lehetőséget teremtenek arra, hogy ezt szemléltetve lehessen. Március 15-én mi úgy gondoltuk, hogy
a maga a park és a parkban található kiállítások jól sugározzák azt, ami az üzenet. Ezt szeretnénk kiegészíteni és felerősíteni a Kákics együttesnek a koncertjével, erre az alkalomra összeállított dalokkal, és elsősorban az ifjúságot megcélozva egy táncházat, egy ifjúsági táncházat szeretnénk szintén beállítani. És de természetesen a gyermekek sem maradhatnak ki a foglalkoztatás. Ez ólomkatona öntéstől a csákó hajtogatásaig minden március 15-én fontos kelléket el fogunk tudni készíteni velük. A NATO-ra visszatérve mi egy kiállítás elkészítésével készülünk, amiben a 70 éves NATO-ról és benne a 20 éves tagságunkról kívánunk egy nagyon szép fotókiállítást megtenni. Ez egy, most így mondom, hogy egy sorozatnak a részeként, hiszen már egy a légierőről és a NATO szerepünkről, a balti légvédelembe betöltött szerepünkről történt kiállítás követően éppen most is járja az országot a hazánkba települt NATO egységeket bemutató kiállítás, és ennek harmadik eleme lesz most a 70 éves NATO és a 20 éves tagságunkról szóló kiállítás. Nos, még egy márciusi programról azért számoljunk be itt a műsor végén, hiszen ez nagyon jól hangzik nekem, a Kemp titkai. Ez így van. Azt szeretnénk, hogy minél több korosztályt meg tudjunk érinteni, és mi ebbe az évbe szeretnénk segíteni abba, hogy a családok is kimozdítsák a gyermekeket, és egy kicsit mozgassák őket. Ezért invitáljuk március 23-án, bízott benne, hogy egy szép koratavaszi hétvégére, szombatra a fehérvári környékbeli családokat, jöjjenek el, és közösen tájékozódjanak, hiszen ez egy tájékozódási futás lesz. Nem fontos futni, de hogyha gyorsabb léptekkel mennek, akkor sem árt. És a pontok úgy lesznek kitalálva és kijelölve, hogy lényegében a tájékozódási futásnál végig mennek a 170 év történetén. Ez kicsit ki lesz egészítve úgy, ahogy ez a természet adja, lesz benne játékos elem, lesz benne lézerharc, lesz benne célbalövészet, és mind ezt családok együtt csinálhatják közösen, és így lesz egy olyan kis családi verseny, amiben még egyszer az is benne van, hogy egy kicsit szedjék a lábukat, az is benne van, hogy ismerjék meg a mi titkainkat, és fedezzenek fel minél több olyan érdekességet, amire közösen csodálkoznak rá. Tehát, nos, én köszönöm szépen, hiszen március 9-től 12-ig, kedves nézőink, a Katonai Emlékpart 10. születésnapja ünnepélyes évadnyitóval, a NATO csatlakozás 20. évfordulója, illetve hát a március 15-i ünnepségek előjátéka, illetve 15-től 17-ig pedig márciusi ifjak. Mi természetesen ott leszünk, és nincs kétségem felőle, hogy aki székesfehérvári, Pákozdi és a környéken, illetve hát Magyarországról mindenhonnét ott lesznek, mert hogy emlékeznünk kell, és fontos. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, Görög István a Kemp ügyvezetője volt a vendégünk, és a 2019. évi rendezvényekről röviden, illetve a Kemp eddig eltelt időszakairól beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!